vonat és egy csuklós busz karambolozott. A vonat az ütközés energiájától kisiklott, és egy kocsi fel is borult a szerelvényből. Összesen körülbelül 10 sérült van a helyszínen, közülük vannak könnyebb sérültek, vannak nehezebben sérültek, van életveszélyes sérült. A Református Szeretetszolgálatnak van orvoscsoportja, tűzoltó egyesülete, kutatómentő csoportja. Egy nehéz helyzetben kitéve meg tudjuk keresni azokat a pontokat, ahol a két csapat össze tud kapcsolódni, mind a technikai mentés, az orvosi ellátás, illetve a kutyás kereső mentősnek a gyakorlatát is össze tudjuk kovácsolni egy helyszínre. Az egyes tudások, amiket ma megtanulhattunk, ezek egymásra is épültek. Volt olyan, hogy például a reggeli újraélesztési tanfolyamon szerzett tudásomat délután egy másik programon tudtam hasznosítani. Tehát igazából, amire én nagyon kíváncsi vagyok, hogy a csapatok közti együttműködés és a kommunikáció hogy fog zajlani. Utána nyilván a holnapi nap nagyon nagy hangsúlyt fogunk fektetni arra, hogy ezt az egész jelenetet kiértékeljük. Itt én inkább arra feküdnék rá, hogy mik voltak azok a gondolatok, amik a döntéseiket vezérelték? Ami a kihívást fogja jelenteni, hogy ebben a helyzetben, egy ilyen autóbuszban, egy fölborult vonatban hogyan tudják felállítani azokat az elsőbségi sorrendeket, ami alapján a munkát megszervezik. Biztatok mindenkit, aki érez elhívást ezen a területen egy katasztrófa, egy veszélyhelyzet esetén, akár önkéntes tűzoltóként, akár az egyéb szakterületeken, hogy jelentkezzenek a Magyar Református Szeretetszolgálathoz. Ez egy folyamatosan bővülő és erősödő részlege a szervezetnek, úgyhogy nagy szeretettel várjuk az önkénteseket.